Sziasztok! Átrepültünk Kelet-Ázsiába újra. Ez itt a Honzu Tongvancheng Fehérvár. A mai részre nem óriásokat, nem is góliátokat terveztem, hanem egy pár apró lényt. Nevezzük őket pillének, mivel pillangókról beszélünk. Építsünk ma élőhelyet két hazánkban is élő pillangónak. Az egyik a nappali pávaszem, amely a rovarok osztályának lepkék rendjébe, ezen belül pedig a tarkalepkefélék családjába sorolt aglaisznem faja. A másik a fecskefarkú lepke, amely ugyancsak a rovarok osztályának lepkék rendjébe, de nem a lepkefélék, hanem a pillangófélék családjába tartozik. A lepkék rendje tudományos nevén Lepidoptera, a rovarok osztályában az ízelt lábúak törzsében van. A tudomány 126 családban több mint 180 ezer fajt írt le eddig. Úgy döntöttem, hogy a terrárium teljesen nyitott legyen, és megpróbálok egy kis parkot létrehozni inkább. Kezdjük hát a nappali pávaszemmel. Egész Eurázsia északi felén megtalálható, Japántól a Brit-szigetekig. Európában a 60. szélességi fokig található meg, és Kréta kivételével a Földközi-tenger valamennyi nagyobb szigetén is előfordul. A távoli északról és Észak-Afrikából hiányzik. A legismertebb európai nappali lepkék közé tartozik, Magyarországon a leggyakoribb nappali lepkefaj. Nincsenek alfajai. Csak nem egész évben látható, Magyarországon rendszerint két nemzedékes. Június-júliusban és augusztustól októberig, illetve áttelelés után márciustól májusig repül. Gyakori a parkokban, kertekben, a városokban is, erdőszéleken és minden olyan nyíltabb területen, ahol sok a virág. A hegyekben 2500 méteres magasságig található meg. Nem tartozik a vándorlepkék közé, de néhány példánya ősszel és tavasszal jelentős távolságokra elkóborol. Szívesen szállnak a bogáncs és aszatfélék virágaira, de nagyon gyakran láthatóak más virágokon is. A kertekben igencsak kedvelik a nyári orgonát és a bársonyvirágot. Már kora tavasszal megjelennek, szárnyuk eddigre megkopik és gyakran szakadozott is. Bár ilyenkor még nincs lombafákon és a lágyszárú növények is alig hajtanak, a nappali pávaszem fáradhatatlanul röpköd fel alá az ösvények mentén, sőt nem ritkán a városokban is megjelenik. Ha valami fenyegetőt észlel, gyorsan összezárja szárnyait és mozdulatlan marad. Ilyenkor, ha nem figyeltük meg tartózkodási helyét, nem könnyű felfedezni, mert feketén márványozott fonákjának részletgazdag fekete és sötétbarna mintája kiváló rejtőszín. A szárnyak szegélye csipkézett, így leginkább egy megpörkölődött tépet szélű levélhez hasonlít. Ha a lepke úgy érzékeli, hogy még így is felfedezték, akkor szárnyait hirtelen szétnyitja és összecsukja. A hátulsó szárny kék mintája egy egyszerű arcra emlékeztet hajjal, szemekkel és szájjal. A felvillanó élénk színek és szemek a ragadozó megzavarását szolgálják. Ha óvatosan közelítünk a lepke, sokszor úgy dönt, hogy nincs félnivalója. Ilyenkor akár az ujjunkra is terelhetjük, ahol elkezdi nyalogatni az izzadságunkat. Táplálkozás, illetve pihenés közben a szárnyait széttárja. A hím előső szárnya 3 cm hosszú, a nőstényé valamivel nagyobb. Szárnyfesz távolsága 50 és 65 mm között van. Mivel Magyarországon nincs más hasonló faj, ezért nem téveszthető össze semmivel. Élőhelyei eredetileg liget és láperdők, üde lombos erdők, de most már elsősorban másodlagos élőhelyeken fordul elő, ott, ahol nagyobb csalánállományokat talál. Amikor a lombfakadás után eljön a párzás ideje, a hímek teritoriumot foglalnak az ösvények mentén, és igyekeznek elüldözni onnan minden más lepkét. Ezek a veszélyes lények ilyenkor nem csak a lepkéket üldözik el, hanem az embert sem kímélik. Egyenesen az arc felé repülnek, és amikor 10-20 cm-re közelítenek meg, akkor hirtelen elfordulnak. Szóval, ha rátok támad egy vérszomjas lepke, tudjátok, hogy belegázoltatok az intim szférájába. A nőstény a petéit általában csalánra rakja. A hernyó fekete, finom fehér pontok díszítik, haslábai vörhenyesek és áltüskéi feketék. A hernyók társasan élnek, gyakran a csúcslevelekre szőtt közös szövedékben. Kb. 150 hernyó él együtt a bábozódásig. Utolsó vedlésük előtt a hernyók szétszélednek és védett helyre húzódnak bábozódni.
Bábja az úgynevezett zuhanóbáb. A testének hátsó végét rögzíti úgy, hogy a feje szabadon lecsüng. Tápnövényei a felfutó komló és a csalánfajok. Szerintem komlóval már ritkán találkozik mifelénk. Az új nemzedék lepkéi nyáron kelnek ki, és röviddel utána szaporodnak. Nyár végére már a következő generáció lepkéit láthatjuk, melyek egészen októberig aktívak. Utána meg barlangokban, melléképületekben, egyéb fedett és fagymentes helyekre húzódnak téli álmot aludni. Összezárt szárnyakkal alszanak, ami jól álcázza őket. Ha ilyenkor megtaláljuk a lepkéket, ne háborgassuk, és különösen ne vigyük be őket melegebb helyre, mert akkor felébrednek, a raktározott tápanyagaikat hamar felélik és elpusztulnak. Az első napsütéses februári napokon maguktól felébrednek, és ismét csodálhatjuk őket. A nappali pávaszem nem szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Hazánkban nem ritka, azonban vigyázat nálunk védett. Természetvédelmi értéke 5000 forint volt 2021-ben. Megőrzéséhez az árnyas helyeken növő csalánosok meghagyásával járulhatunk hozzá, mert hernyója a csalánfélék levelein táplálkozik. Habár a kertünkben levő csalánt táp- és gyógynövényként szedjük és használjuk, mostantól több levelet fogok meghagyni a pávaszem számára. Most lássuk a másik rovarunkat, a fecskefarkú lepkét. Európa és Ázsia nagy részén, Japánt is beleértve, valamint Észak-Afrikában és Észak-Amerikában fordul elő. Holarktikus faj, más szóval az északi flóra birodalomhoz tartozik. Az északi flóra birodalom, avagy Holarctis vagy Borealis, a föld nagy flóra birodalmainak egyike. Átfogja a teljes északi mérsékelt égövet, így Európát, Ázsia északi részét és Észak-Amerikát is. Magyarország teljes területén általánosan elterjedt és viszonylag gyakori, mégis védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Az eurázsiaiak és az észak-afrikaiak szárnyfesztávolsága 50 és 75 mm között van, alapszíne sárga, viszont intenzitása változékony, lehet tiszta fehér is. A hátulsó szárnypáron vannak a nevet adó fecskefarkak, amelyek hosszúsága változó, lehet egy kis kiszögelés vagy egy rendkívül hosszú fonálszerű képlet is. Az észak-amerikai példányok sokkal változatosabbak. Lehetnek sárga-fekete sávosak, de sok egyeden több a fekete elem. Sőt, lehetnek tiszta feketék, mivel valószínűleg a mérgező battuszfajokat utánozzák, így a madarak kerülik. A fecskefarkú lepke szárnyfesztávolsága 75 és 100 mm között van. Ahol elterjedése a Papilio xuthusszal fedi egymást, ránézésre könnyen összetéveszthető, bár mintázatuk és színezetük kissé eltér. Hazánkban viszont nincs hasonló faj. Eredeti élőhelyei patakparti és lápi magas kórósok, fellazuló üdel lombos erdők lehettek. A nyílt hegy- és dombvidéki lejtőket kedveli 2000 méter magasságig. Manapság elsősorban agrár élőhelyeken fordul elő, továbbá kertvárosokban, kertekben. Napfény és virágkedvelő faj szívesen szívogatja a virágok nedveit. Hernyójának tápnövényei különféle ernyős virágzatú növények. Ernyősök például a kocsort, a nyúlkapor, édeskömény és a kapor, illetve egyik kedvence a sárgarépa, amit a székelyek muroknak neveznek. Vitorlázó gyors repüléssel közlekedik. Két nemzedékének imágója májustól júniusig és júliustól augusztusig repül. A kifejlett lepke 3-4 hétig él. A repülési ideje március végétől szeptemberig tart. Szaporodási időszaka helyenként változik. A trópusokon és a melegebb szubtrópuson egész évben szaporodik, és akár 6-7 nemzedéke repülhet. A mérsékelt övben tavasszal és nyáron szaporodik. Az ősszel bebábozódó egyedek áttelelnek, és a belőlük kibújó tavaszi forma nagyon különbözik a nyáritól. A Kárpát-medencében évente 2 vagy 3 nemzedéke van. Petéit egyesével rakja le, különböző ernyős virágzatúakra, ritkábban a rutafélékre. A petéből 8-10 nap múlva kel ki a hernyó. A frissen kibújt hernyó rejtőszínként a madárülülék színét veszi fel. Később tetszetősebb, sárga vagy zöld, minden szelvényén fekete-piros haráncalagokkal, illetve 6-8 sárga folttal. Veszély esetén ellenségét úgy ijeszti meg, hogy félelmet kelteni hivatott szarvat nyújt ki.
A valódi lábak mindig hegyesek, kis karomban végződnek, és ezekből lesz majd a kifejlett lepke karcsú, hosszú lába. A hernyónak viszont állábai is vannak. Ezek bábkorban felszívódnak, mivel ezekre csak hernyóként van szüksége. A nagyon falánk hernyók túlszaporodva komoly mezőgazdasági kárt okozhatnak. A hernyó 6-7 hét múlva az erre a célra termelt fonállal egy növényszárhoz rögzíti magát és bebábozódik. Évközben a bábból mintegy 2 hét múlva kel ki a pillangó, de az őszi nemzedék ebben az állapotában telel át. Ennek a lepkének jelenleg 41 alfaját ismerik el, de gondolom nem bánod, hogyha ezeket nem fogom most felsorolni. A fecskefarkú lepke neméhez tartozik a korzikai fecskefarkú lepke, a Papilio hospitonis. Ez a faj nem szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Ha tetszett a videó, örülök, ha kommentben megosztod a véleményed, ha megnyomod a like gombot, és örömmel köszöntelek a csatornán új és régi feliratkozóként egyaránt. Legyen szép napod!